estét kívánok! Önök a Fehérvár Televízió rendkívüli ünnepi híradóját látják október 23-án vasárnap. Ünnepi híradónkat egy szomorú hírrel kell kezdenünk. Koráste Székesfehérvár belterületén a Budai úton egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött. A motorkerékpárost megpróbálták a mentők újraéleszteni, de nem sikerült az életét megmenteni. A baleset körülményeit vizsgálják a rendőrség szakemberei. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján három helyszínen tartanak megemlékezéseket. Székesfehérvár 1956-os központi megemlékezését a Szent István Bazilika 56-os emlékkeresztjénél tartották ma délután. A díszőrök és a történelmi zászlók bevonulása után a himnusz közös eléneklésével kezdődött az ünnepség. Ezt követően Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Székesfehérvár országgyűlési képviselője mondta el ünnepi beszédét. Október ünnepe számukra a gyászt jelentette. Gyászt az elvesztett harcostársért, gyászt az elvesztett szabadságért. De a hétköznapokban, amikor 56 dicsőséges napjairól meséltek, felcsillant a régi fény a szemükben, és elmondták gyerekeiknek és unokáiknak, hogy egy évtized elnyomása, szenvedése, félelme és rettegése után hirtelen egyik pillanatra a másikra hogyan vetették le a rabigát. A beszéd után a Kálkics együttes énekelt részleteket az 1956-os évfordulós műsorából, és Balajti Ferenc Szent Forradalom című verse is elhangzott. Koszorút helyeztek el a feszületnél a Fejér megyei önkormányzat és Székesfehérvár megyei jogúváros önkormányzatának vezetői, továbbá a pártok, a fegyveres testületek, a történelmi egyházak és a civil szervezetek képviselői is tisztelegtek az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemisége, valamint mártírjai előtt. A Székesegyház 56-os emlékkeresztjénél tartott ünnepség a szózat közös eléneklésével ért véget. Gyerekműsorok, jogtörténész és politológus professzorok előadásai és egy szabadtéri kiállítás várta az érdeklődőket a Magyar Királyszálló előtti téren. A Magyar Szív, Magyar Szó alapítvány célja, hogy hozzájáruljon a magyar történelem és össznemzeti kulturális hagyatékunk megismertetéséhez, tovább örökítéséhez. Igazi forradalmi helyszínt teremtettek harckocsikkal, fegyverekkel, fényképekkel és történetekkel a szervezők. Ezrek hömpölyögtek. Ugye októberben 60 évvel ezelőtt Székesfehérváron is. Tehát egyrészt arra is emlékeznünk kell, hogy Székesfehérváron is komoly események zajlottak, és a székesfehéri polgárok ugyanúgy felemelték a hangjukat a kommunista elnyomás és rezsim ellen, mint a budapestiek. Másrészt pedig azt gondolom, hogy Székesfehérváron is kötelességünk a Budapesten harcoló eleinkről megemlékezni. A székesfehérvári 56-os szavaló verseny díjazottjai léptek fel először a színpadra. A fiatalok kifejezetten a forradalomhoz kapcsolódó verseket adtak elő. Hullás gyümölcsét meddig aszalod? Merj élni te nép! Kötelmes jogod! Veselkedj neki! Lássék! Akarod! Délután előadásokkal folytatódott a program, amelyekben szó esett Mindszenty József bíborosról, aki elválaszthatatlan a forradalomtól, és a politológus beszélt a jogtörténésszel az ávó rémtetteiről, 56 következményeiről. 1956 mindig fog üzenni a világnak. Elsősorban azt, hogy egy népszabadság vágya nem taposható el végleg, az mindig föltámad, és hoz áldozatokat azért, hogy szabadon élhessen, emberi módon élhessen. A háromnapos program során Fehérvár lakói sokkal többet megtudhattak 1956-ról, és az ágyuk is békével fordultak a város felé. A Szent István Király Múzeumban Rabok tovább 1956 és Székesfehérvár címmel nyílt kiállítás ma délután, amely a Székesfehérvár és a budapesti eseményeket párhuzamosan mutatja be. A tárlat különlegesen érdekes összeállításában fényképeket, Nagy Imre személyes tárgyait, a megtorlásban résztvállaló bíró írógépét, a Sztálin szobor fülét és korabeli a forradalom harcaiban használt fegyvereket tekinthet meg a közönség. A kiállítás Cikora János, a Vörös Marti Színház igazgatója nyitotta meg. Fehérvár ünnepi műsorral emlékezett meg a forradalom 60. évfordulójáról a Vörös Marti Színházban.
Fejér megye és Székesfehérvár önkormányzata a Vörösmarty Színházban köszöntötte az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 60. évfordulóján a dicsőséges napok hőseit. Az ünnepet méltóság és felelősség kíséri, a ma nemzedékének az a dolga, hogy az 56-os fiatalság eszményeit megőrizze, hangsúlyozta Cserpakovics András polgármester. Október 23-a az egy győztes forradalom. Nyilván tudjuk, hogy sajnos jön november 4-e és jön a kommunista terror utána, de október 23-án ez a nép sokadszor ismét meg bebizonyította, hogy fontos a nemzet szabadsága, és képes ezért tenni, áldozatokat is hozni. Ráadásul ezt nagyon-nagyon sok fiatal fogalmazta és tette meg. Érdemes tehát erre így emlékezni, méltósággal, de egyúttal azzal a hittel, hogy a kor fiataljai mindig tudják, hogy mit jelent a szabadság, és mit jelent ennek a nemzetnek a szabadsága. Varga Tamás országgyűlési képviselő, honvédelmi miniszter helyettes köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik lehetővé tették, reményt adtak a magyarságnak a kommunista rezsim elleni harccal arra, hogy higgyenek a szabadságban, és felhívják a világ figyelmét a nemzet önállóságának mindenek felettiségére. Ma ünnepelnünk kell, hiszen az a szabadság, amit akkor 12 gyönyörűséges napra kivívtak édesapáink és nagyapáink, ez a 12 nap a mai szabadságunk kezdete, eleje és meghatározója. Ebből ered a mai szabadságunk. Ezért vagyunk büszkék az 56-os hősökre. Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke hitet tette amellett, hogy a forradalmi ifjúság tettei olyan örökséget hagytak a ma nemzedékének, amellyel élni kell. Egy példaértékű nemzeti ünnepünkről van szó, amely megmutatta azt, hogy amikor vészterhes idők vannak, igenis a magyarok is képesek arra, hogy összefogjanak. Emellett minden tisztelet azoké az ősökért, akik ismételten megküzdöttek a magyar szabadságért, és ezt sikerült is visszaszerezniük, ha időlegesen is. A lyukas zászló nem bot és vászon jelkép, amelyet ákombákomokkal írtak teli a kommunista rémuralom idején, és amelyet az új generációnak kellett tisztára mosnia. 56 példa az együttgondolkodás és a nemzeti öntudat megőrzésének példája. Az ünnepi műsor helyszínén van kollégánk Vakler Lajos és Zsidai Ádám operatőr. Szia Lajos, tart-e még a műsor, és tudjuk-e már, kik a város díjazottjai a mai ünnepen? Szép jó estét kívánok, köszöntöm a iradó nézőit a Vörösmarty Színházból. A műsor, az ünnepi műsor még tart, ezekben a pillanatokban azt a filmet nézzük, amelyet a Fehérvár Média Centrum munkatársai készítettek Látrányi Viktória rendezésében. Az akkor 15 esztendős Séda Mária naplójából készült a film, akit Tőke Zsófia személyesít meg. A munkatársak pedig megérdemlik, hogy felsoroljam a nevüket. Nagy Zoltán Péter Tarkályról, Németh Nagy Róbert, Bodonyi Krisztián és Hódi Dani voltak. Azt hiszem, hogy ez a film méltó az ünnephez, hiszen 1956. október 23-a ünnep. És azt kell, hogy mondjam, hogy a lyukas zászló bizony az akkori hősök takarója, ma pedig annak a jelképe, hiszen jelképről beszélünk, ami azt jellemzi, hogy a fiatalság igenis felkelt az elnyomatás, felkelt a rabiga ellen, és ezt tartotta egészen november 4-éig. Átadták a megye kitüntetéseit egyébként, és ahogy Molnár Krisztián, illetve Cserpalkovics András is elmondta, az a tenniakarás, amely a fiatalságot jellemezte, ami az ifjú nemzedékre igazán példát vett a ma nemzedékére, az fenntartható, mert enélkül az 56 nem ér semmit sem. A színház egyébként zsúfolásig megtelt, hiszen itt vannak az egykori 56-os hősök, hozzátartozóik, és természetesen a megye és a város képviselői is. Azt hiszem, hogy ennyit röviden, hiszen holnap folytatódik az ünnepsorozat, mégpedig azzal az egészen kiváló utcaszínházi produkcióval, amit Matuz János rendezett. Erre külön felhívom a televízió nézők figyelmét is, hiszen ez egy pótolhatatlan példaértékű kezdeményezés, amelyen megszemélyesítik mindazt, ami 1956. októberében Székesfehérváron történt. Köszönöm szépen, a szó a stúdiója. Köszönjük Lajosnak és Ádámnak a bejelentkezést, a díjazottaknak pedig szívből gratulálunk. És még mindig 60. évforduló, de ezúttal Pataki János és Fekete Julianna házassági évfordulója, akik ma ismételték meg a 60 évvel ezelőtti esküjüket. Akartok-e, mint a világ világossága, hitetekről és a
felbontottam a Szent Házasságról jó példát adni a világnak Isten segítségével. Ahogy Gyuli néni elmondta, most jobban izgult az oltár előtt állva, mint 60 esztendővel ezelőtt. Talán ez nem is csoda, hiszen 60 évig együtt élni, dolgozni, felnevelni 3 gyermeket, majd ismét közösen a pap elé állni, több, mint egyszerű szertartás. Tényleg elég hosszú idő volt hozzá. Megszerettük egymást, örültünk egymásnak, sokat dolgoztunk, aztán csak egyszer sikerült. Mind a ketten székesfehérváriak, igaz? Igen. Itt vagyunk Fehérváron, itt is laktunk. Mind a ketten meghallottuk. Kicsit félem. Nagyon jó volt a helyzet. Az életünk idáig. Juli néni és János bácsi 2 fia és 1 lánya 7 unokával ajándékozta meg a 84 és 82 éves házaspárt. Az unokáktól már 3 dédunoka is született, akik elkísérték dédiéket a Szent Sebestyén templomba. 20-án esküdtünk, csak hát ugye így adódott a nap, és akkor még simán nem, mint egész nap, egész éjjel kint az udvaron szórakoztunk, aztán rá egy napra meg már, hát mindenféle fiatalok nem is értettük, hogy mit csinálnak. 1956. október 20-án esküdtek 3 nappal a forradalom kitörése előtt. Életük épp úgy összefonódott, mint ahogy a magyarság összefonódott a szabadságvágyal. Juli néni, János bácsi, óvja Isten önöket! Sok boldogságot kívánunk nekik! Kedves nézőink, ezzel rendkívüli ünnepi híradónk véget ért. Legközelebb holnap, hétfőn 1 órakor várom önöket friss hírekkel, de addig is olvassák a fehérvártv.hu oldalunkat, kattintsanak az fmc.hu-ra és hallgassák a Vörösmarty Rádiót. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!